B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket. Mai témánk a családfakutatás. Azt is mondhatnám, hogy az identitásunk a gyökerein keresése. Beszélgetésünkből nyilván az is ki fog derülni, hogy ez miért fontos, és már is mondom, hogy kik a vendégeim. Vele szemben Ari Ilona, a MACSE elnöke. Kérlek, hogy old fel, Magyar Családtörténeti Kutató Egyesület. Majdnem jól mondtam. Mellette Szalai Katalin, kódexíró, címerfestő, okleveleket, majd Kati elmondja, hogy mi mindent csinál. És mellette pedig Fiszter, jól mondom, elég nehéz a nevet, Tamás. Igen, nekem. Ezt Fiszter jó? Tamás vagyok. Tehát te csak egyszerű Fiszternek helyted. Igen, Némapével kell ejteni. Ja, hogy Némapé, rendben. De tökéletes volt. Jogász és családfakutató. A családfakutatás a hobbim, a jogász a hivatásom. Jó, ha te ezt fontosnak érezted, hogy egy szétszed, akkor legyen. És akkor azért kezdem veled, hogy hogyan tudod te ezt a kettőt összeegyeztetni? Látszólag távol áll egymástól a két dolog, valójában nem teljesen, borzasztó sok jogi vonal is átfedi a családfakutatást, erre persze csak később jöttem rá. Én előbb kezdtem el családfát kutatni, mint hogy jogásznak tanultam volna. Ez egészen kisgyerekkoromban érdekelt már, a nevünk is, ahogy említetted, egy picit bonyolult. Igen, ez a pöfö, szóval ezt így olyan környezetben honnan jön föl, ez a név, ahol, mond, ha már. Ahol mindenki rendes Kovács volt, meg Varga, meg Szabó, hát én voltam az egyetlen, akinek le kellett betűznie a nevét, és ez engem mindig érdekelt, hogy nekünk miért ilyen, honnan jön, honnan származunk, kik voltak az őseink, ez egy sváb név, Dél-Németország és Elzász területéről sajnos. Pontosan a mai napig nem tudni, hogy az első ős, aki Magyarországra érkezett, és a családnevemet viselte, honnan érkezett. Remélem az internet fejlődésével, és majd elmondják itt a kollégák, a beszélgető partnerek, hogy mennyire fejlődik az internetes családfakutatás. Talán egyszer ez is ki fog derülni. Na, akkor most egy idézettel folytatnám, mert ez az tulajdonképpen egy bizonyos kontextusba helyezi ezt az egész beszélgetést, és én egy Vas Albert idézetet találtam, a következőképpen szól. Üzenem a háznak, amely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Ebben nagyon szépen benne van az én számomra, hogy milyen kontinuitásban van egymással a múlt, a jelen és a jövő, és hogy ezek egymásra épülnek. És nyilván az az ember kutatja a családfáját, gondolom én, akinek fontosak a gyökerei, akinek, ahogy az imént mondta Tamás, fontos az, hogy honnan jött. Ilona, te mióta foglalkozol ezzel? Hát, hogy olyan 15 éve körülbelül, de már lehet, hogy valamivel több is. Igen, körülbelül 20 éve kezdtem el, nyugdíjba mentem, és akkor úgy gondoltam, hogy a szellemi meg a fizikai leterhelést úgy egyensúlyba fogom tartani nyugdíjasként, aha, tehát nem fogok belefulladni a háztartásba, a kertbe, stb. Szóval el. És akkor elkezdtem, szerencsére voltak olyan idősebb rokonok, akik még tudtak mesélni. Aztán közben jött egy nagyon nagy munka, egy országos mezőgazdasági minőségvizsgáló intézetnek írtuk meg a történetét, és 24 szakmai osztályának, az 3 évet elvett ebből az időszakból. Aztán amikor ott a levéltárba, kint a Langlilium utcában kutattam, ugye a minisztériumi anyagokat, stb., akkor ott mindig olyan szent borzadállyal néztem a családfakutatókat, családtörténetkutatókat, és amikor befejeztem, elkerült a kötet oda, ahova el kellett, hogy kerüljön, akkor visszamentem, és mondom, akkor most már én is itt is kutatom a családot. Hát így kezdődött. Egyébként, hát nem tudom, hogy ti egyet értetek-e vele, de én azt gondolom, hogy valahogy a mai világ, a mai idők, azok nem a múlt megismerése irányába hatnak. Tehát, hogyha megnézed, a tévét tele van reklámokkal, hogy most légy sikeres, most légy boldog, most vállalkozz, jaj, de jó, és nem löknek minket abba az irányba, hogy akarjuk megismerni a múltunkat. Szóval, hogy mintha egy ilyen
jelennek élő világban élnénk. Igen, ez lehet, nem? Hogy a felszínen, bocsánat, hogy magamhoz ragadom a szót. Ragad. Lehet, hogy a felszínen ez így látszik, ugyanakkor de pedig... De nem? Nem. Rengeteg embernek igénye az, hogy megismerje a nagyon, nagyon sok. Múltkor összeszámoltam, hogy csak Facebook csoportok témába vágott, Facebook csoportok 150 ezer fő van beiratkozva, és ez csak a Facebook csoportok. Tehát van, ugye hát vannak olyan családfakutatók, akik nem is interneteznek például, tehát nem, hogy Facebookot nem használnak. Nagyon sokan, nagyon. Lépten nyomon, akárhol megkérdezik, beszélek erről, akkor mindenki mondja, hogy jaj, én is, meg hogy a nagynéném is, nagyon, tehát nagyon népszerű dolog ez. Kati, te hogy szálltál be ebbe a körbe? Mert ugye azért itt van, hoztatok magatokkal mindenféléket, családfákat rajzolsz, te ugye egy kódexíró vagy, tehát hogy igen, ezeket az, a gyönyörű az a minták, is, meg igen. Iniciálék, meg mindenféléket tudsz, és ugye az embernek, hogyha azt mondja, hogy kódexíró, akkor egy középkori szerzetes jut az eszében, na te nem az vagy. Szóval hogyan jött neked, hogy ezzel kell foglalkozni? Már is elmondom, hát én a tevékenységemet azzal együtt, hogy nem vagyok annyira idős még, de 30 éve csinálom már, úgyhogy jövőre lesz a 30 éves születésnapom ebbe a szakmába, hogy úgy mondjam. És szereted nagyon. Nagyon, nagyon, nagyon. Hát ez a munkám, ez az életem, ez a hobbim, és igazából én azt mondom, hogy csak addig élek, amíg ezt csinálhatom, mert utána már nem érdemes. Hát igazából nekem a kódexírással kezdődött az egész, mert nagyon-nagyon-nagyon régen megláttam egy hirdetést egy napilapban, hogy kódexírókat keresnek Budapest aranykönyvének elkészítéséhez. És hát mondom, hogy jó, tudom, én grafikus vagyok, meg dolgoztam, például a Magyar Honvédség Művődési Házában voltam grafikus, tehát már foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, de olyan, hogy kódexírás, mondom, ilyen még nem. Jelentkeztem rá, egy magyar fiú, illetve fordítva, egy magyar lány és egy osztrák fiú találták ki, hogy Budapestnek még nem volt ilyen aranykönyve, aranyemlékkönyve, Ausztriában, Németországban már voltak ilyen könyvek, és hát ők is felvették a kapcsolatot az akkori főpolgármesterrel, és akkor lelevelezték, hogy hát, rendben, akkor legyen Budapestnek is egy ilyen aranykönyve. És te meg ki akartad próbálni magadat? És én ki akartam próbálni magamat, mert nagyon szerettem gyerekkorom óta rajzolni, írni. Nagymamámtól tanultam a gyöngyírást, a gyöngybetűket, úgyhogy tényleg nagyon szerettem ezt. És jelentkeztem erre, hogy oké, akkor nézzük meg, mi ez a kódexírás, amit ők szeretnének. Hát Budapest történetét kellett megírni, úgyhogy megkaptam történészektől a szöveget, és 16 lapon keresztül illusztrálva kellett írnom gyakorlatilag a városról. Tehát ők komplett kaptam a szöveget, aha, és akkor azt szép gyöngybetűkkel kellett megírni és illusztrálni. Ezzel párhuzamosan ugyanebbe a könyvbe kerültek magyarországi nagyobb cégek, és azoknak a történetét is meg kellett írni. Na most azt elosztották így több grafikus között, összesen 6-an maradtunk a végén, akik őket jónak találtak erre a feladatra, és akkor én egy-két cégnek írtam meg a történetét, viszont megkaptam a komplett anyagot a Budapestre, ami szerintem sokkal nagyobb kihívás volt, és nekem nagyon-nagyon tetszett. És akkor utána át lett adva ez a könyv, de én azt mondtam, hogy én ezt folytatom, mert ez nekem nagyon tetszik ez a tevékenység. Én sose voltam egy ilyen irodai típus, hogy beüljek kollégákkal, számítógéppel, Nem, nekem inkább tehát a manualitás vonz téged, azt, hogy én a kezemmel teremtek egy világot? Igen, pontosan. És igazából, hát utána úgy már jöttek a családfák meg a címerek is a képbe lassacskán, de először ugye volt a várostörténet, tehát először a kódexírásból indult, de aztán utána oklevelek is bekerültek, mert mégpedig úgy, hogy a Vince László papírmerítő mester Szentendréről meglátta a munkáimat, és azt mondta, hogy Kati, csinálok neked egy kiállítást. És hát ez volt körülbelül 100 évvel ezelőtt.
És akkor ahhoz képest, hogy a 30. évfordulóban ünnepled majd, igen. És hát az volt a legelső kiállításom, és akkor utána hát adott a Laci ennyi, Vince László egy ekkora köteg papírt, merített papírt, hogy akkor dolgozzak arra, mert a kézi technikák jobban vonzák egymást, akkor legyen a merített papír az alap, és akkor azon olyan hitelesebb, archívabb a kézírás, meg a várostörténet, meg ilyesmi. Na, jó. Akkor megvan az antré. Tamás, tehát ugye amennyire én tudom, hát nyilván ti vagytok itt a szakemberek, azért egy családfakutató azt gondolom használ mindenféle anyakönyvi kivonatokat, meg halotti anyakönyvi, meg házassági, meg születési, meg nem tudom én mit. Mi ebbe az izgalmas, mondd már el nekem. Hát a saját példámat tudom elmondani. Jó. Tényleg gyerekkoromban elkezdett még érdekelni ez a dolog, és az első ákombákom rajzokat én magam készítettem, sajnos, hát meg se közelítették nyilván ezt a minőséget. Nem ismertett Katit, és nem tudtál beszélni vele. Nem, de ha ismertem vele, volna, akkor ilyen szépet is lehetett volna csinálni. Kockás papíron, nagyszülők elmondása alapján próbáltam felvázolni azt, hogy kik voltak az ősök, kik még a távolabbi rokonok, innen indult el az egész dolog, és aztán amikor egyetemista lettem, utána elmentem a plébániára, próbáltam segítséget kapni a plébánostól, irodistáktól, ott aztán tényleg lehetett eredeti, hát ha nem is anyakönyveket, de az anyakönyvekből készült indexeket tanulmányozni, és ez akkoriban történt, 2000-es évek legelején, 2000-es évek fordulóján, amikor az internet így szélesebb körben kezdett azért Magyarországon is elterjedni, és hát nyilván az első szavak egyike, amit a keresőbe beírtam, az a saját családnevünk volt, hogy vajon hol bukkam még fel, és akkor kinyílt egy világ. Eljutottam én is a Langlilium utcába, az Országos Levéltár épületébe, és ott láttam a nagy gépeknél a mikrofilmeket kutató nagy családfakutatókat, és próbáltam tőlük én is ötletet és tippet meríteni, hogy hogyan lehetne belemérni ebbe minél jobban. Nagyon sok időt eltöltöttem ott én is egyetemi szorgalmi időszakban, és hát a családfának ameddig eljutottam, nyilván ez egy soha véget nem érő történet, hiszen mindig vannak újabb adatok, újabb adatbázisok, amik felkerülnek most már az internetre, de a 90%-át abban az egy-két évben sikerült összerakni a törzsét. Borzasztó érdekes szerintem nem csak a neveket látni, mert talán a neveket könnyű kikutatni, de vannak aztán segédanyagok és segédtudományok, aminek a segítségével el lehet helyezni ezeket az ősöket, a saját őseinket térben és időben, hogy kik voltak, mivel foglalkoztak. Ezt akartam kérdezni, hogy mit tudsz, meg tudod, hogy ő például hány centi volt, vagy hogy volt-e katona, vagy nem tudom. Még tehát, akár így... olyan adatbázisok is vannak, újonc állítási jegyzőkönyvek, amiből ez kiderül, vagy bármilyen más adatbázisok, de hogy milyen vagyoni helyzetük volt, ismerve akkor a történelmet el lehet helyezni, akár egy helytörténetet, hogy ők vajon milyen erétekhez tartozhattak az adott településen belül, mivel foglalkoztak, milyen szakmájuk volt, és érdekes, hogy egyébként sokszor visszaköszönnek ezek a dolgok így generációkon átívelve, néha meg borzongató élmények is vannak ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos tudás és tanulás volt nekem, egyébként csomó mindent lehet tanulni a történelemből, a szűkebb történelemből is, nem csak a nagybetűsből, hogy az uralkodók és a nagy politikusok hogyan hadakoztak az elmúlt évszázadokban, hanem sokkal inkább a kisember szintjén milyen nehéz volt mindig, mennyi küzdelem volt mindig egy élet, de számomra az volt egy nagy tudás és felismerés, hogy hát valójában mi is, az ember hajlamos sokszor azt gondolni, hogy ő a ugye innen szemlél kifelé, hogy ő a világ közepe, de amikor látni való, hogy mennyi generáció küzdött már előttünk, és milyen életük volt, és mégis itt vagyunk, valahogy mindig túléltek, és mi is csak egy generáció vagyunk ebben a sorban, és remélhetőleg utánunk is még következik. Hát egy folyamat részei vagyunk. Egy szem vagyunk a láncban igazából, és összefügg minden mindennel, főleg egy adott településen belül. Azért elmondható, én soroksári ősökkel származom apai oldalról, és apai oldalon mindenki soroksári volt. Ezek endogám közösségek voltak, tehát közösségen belül házasodtak egy-két évszázad időtartamban. Soroksáron szinte mindenki rokona mindenkinek, de ugyanez minden magyar településről elmondható, kivéve az ilyen nagyobb nemesi családok tekintetében, ugye ők távolabbi házasságukat is kötöttek egymással, de érdekes, hogy itt a
úgy mondják, hogy a palack nyaka egy picit beszűkült ebben az 1-200 évben, ami az 1700-as évek végétől a 20. századig terjedt. Nem nagyon voltak olyan kataklizmák, amik az embereket ide-oda dobálták volna. Nehéz volt az élet, de valahogy mindig túl lehetett jutni rajta. Hát a második világháború volt az, ami nagyon megkavarta itt a Kárpát-medencei népességet, és onnantól kezdve ismét nagy kavarodás van. A török kiűzését követően szintén volt egy ilyen nagy kavarodás, de a kettő közötti időszakban azért egymás között házasodtak adott településeken az emberek, úgyhogy ez volt még egy nagy felismerés, hogy rokona mindenkinek. Aha. Miközben Tamást hallgatom, azon gondolkodom, hogy mennyire fontosak lehetnek ezek a transzgenerációs minták, amiket ugye nemzedékről nemzedékre, mint mondtuk, egy lánc és egy folyamat részei vagyunk, valamennyien öröklünk, és például adott esetben, hogyha ha az embernek kialakulnak különböző attitűdjei, tehát mondjuk azt mondom, hogy én nekem mindig mindent egyedül kell megoldani, vagy azt mondom, hogy az én életemben, most nyilván mondok példákat, amik eszembe jutnak, vannak emberek, akiknek a pénz a legfontosabb. És nyilván, hogyha elkezdik kutatni a családfáját, akkor találhat olyan családtagokat is, ahogy megy vissza az időbe, olyan családokat, ahol ezek voltak a minták, ezek voltak a megküzdési lehetőségek, mert olyanok voltak a körülmények, mondjuk, ahogy te mondtad, a történelmet, egy háború, egy haláltábor, ahol neki magának kellett mindig mindent elintézni. Tehát végül is felismerhetjük azt is a családfakutatás során, hogy melyek azok a családi minták, amiket mi most itt 2022-ben viszünk tovább. Teljesen egyet értek, tehát tulajdonképpen szinte csak ismételni tudom, amit te mondasz. Borzasztóan fontos. A Tamás is említette, ami számomra egy nagy meglepetés volt, hogy a történelem az egyéni sorsokon keresztül mennyire más, mint amit az iskolában tanultunk. Ez az egyik. A másik az, hogy most például megint lehet, hogy előtérbe kerül, hogy túlélési módszereket tudunk tanulni őseinktől, hogy hogyan vészeltek át, mert bizony nagyon kemény időket éltek át. Most tényleg ne a főnemesekről beszéljünk, mert őnekik másfajta sorsuk volt, de ugye úgymond az egyszerű emberek, tehát a többség ugye Magyarországon úgymond közrendű volt, tehát vagy jobbágy volt, vagy polgár, de hogy nem tartozott egy elit réteghez, és bizony nagyon keményen kellett megküzdeni az élettel. Hát ki hogy sikerült? Nagyon érdekes mintákat lehet találni, például a parasztoknál, tehát a földműves rétegnél, hogy évszázadokon keresztül tulajdonképpen ugyanazt csinálták, tudták, hogy mikor kell elvetni az árpát, tudták, hogy mikor kell, mert hogy tudták, persze, mindent tudtak, tudták, hogy kell bánni az állattal, ha kellett, állatorvosok voltak, ha kellett. Hogy kell megszüleszteni egy borjút. Pontosan, mindent tudtak, és ez évszázadokon keresztül tulajdonképpen alig változott, tehát persze valamennyit. A 20. század elején, én már az első világháborút is odahoznám a nagy változások korába, meg Trianon természetesen, hogy akkor ott valami megváltozott, tehát tehát ez az állandó folyamatosság, ez úgy megtört. És hát bizony a mi életünkben meg hát szinte évente, 10 évente, más az igaz, szóval nekünk nagyon sok változást kell keresztül vinni. Őseinknek esetleg volt egy generációs idejük, hogy megtanulják azt, hogy milyen az, amikor a kis paraszti rétegből bekerültek a TSZ-be például. Egy generáció ment rá erre. Aztán tudjuk, hogy mi lett a dolog vége. Kati, nyilván abszolút a történelemmel foglalkozol te is, és kell legyen egy ilyen ihletettséged, vagy érintettséged, akkor, amikor kódexeket csinálsz, akkor, amikor címereket festesz, vagy akkor, amikor, mi volt ez? Mutattad nekem, mielőtt beültünk a stúdióba. A Lipót város történetét, igen, például ilyen nagy tábla képeken. Igen, város történeteket is szoktam írni, hát különböző városok felkérésére. Budapesten belül a 13. kerület, illetve a belváros Lipót város történetét írtam meg. Hát valóban... Na most várj egy fél percet. Ebben a belváros Lipót város történetében mondjuk, mi az, ami szerepel, hogy el tudjuk képzelni, hogy az izgalmas vagy érdekes építmények, házak,
emberek, szóval kik szerepelnek? Kik és mik szerepelnek kik benne? És mik? Hát igazából gyakorlatilag akik, nem feltétlenül azok, akik ott éltek a Igen. kerületben, de valamilyen módon a kerülettel azért összeköttetésben, összefüggésben voltak, mert például a Széchenyi is benne szerepel, Aha. és a Lánchíd az egyik vége, ugye az ötödik kerületben van, tehát Liszt Ferenc is szerepel benne, de ugyanúgy a törökök is, akik viszont egész Magyarországon ugye átmentek, tehát így az ötödik kerületen is, de végül is az épületek, a különböző épületek, amik felépültek egészen a római kortól kezdve napjainkig, azok is szerepelnek ebbe a könyvbe. Már néhány épület már ugye sajnos nincs meg, lebontották, rommá dőlt, háborúba megsemmisítették, de végül is ez végigkíséri az egész történetet, és attól lesz helyi vonatkozás, hogy ezek abban a kerületben voltak ezek az épületek leginkább. És mondjuk az ötödik kerületben éppen elég sok minden épült, hogy lehessen egy ilyen könyvet belőle kiadni. Hát egyébként nem feltétlen mindegyik könyv, mert például a 13. kerület története, arról nincs könyv, tehát az csak egy 13 lapból álló történet, és kötődik a kerülethez ugyanúgy, mint itt a Belváros Lipótváros Krónikája, de én azt hiszem, hogy sokkal gazdagabb intézményekkel van teli az 5. kerület, a belváros. De írtam én Mórról is már történetet, Vácról, Szekszárdról. Tehát akkor településekről is. Településekről, igen, igen. Hát ez mondjuk úgy történik, hogy az illető városnak a polgármestere szeretné a település történetét Aha. látni ilyen formában, mert ez a, jó, persze az internet az nagyon-nagyon uh-huh. fontos manapság, de azért hogy az emberek kötődnek a történelmhez, kötődnek a múltjukhoz, szeretnék, jó, hogy a város, város is kötődjön, ugye? És akkor a városban levő emberek is ismerik meg a város történetét, ne csak úgy, hogy fotókon, meg nyomdában, nyomtatott formában jelenik meg, hanem kézzel írva, annó, mint amikor a kódexírók írták a történeteket. Hát ez az, amit ugye a digitalizáció világában egyre inkább elfelejtünk kézzel írni, hát már lassan csak a klaviatúrát tudom nyomkodni. Egyébként nagyon sokan fiatalok is még igényt tartanak rá, uh-huh. tehát ez pont a családfogkutatás révén én is találkozom, ahogy Ica mondta, hogy igenis az embereket azért érdekli a múltjuk, annak ellenére, hogy ugye számítógép van, a internet, de jönnek hozzám ilyen 30 év körüli fiatalok is, hogy nekik is kellene családfa, nekik is van címerük, fessen már meg. Nagyon izgalmas lehet a családfa kutatásnál például, és ezt gondolom, hogy ti mind a ketten, Ica is, meg Tamás is tudjátok, hogyha mondjuk valaki azzal a teóriával, vagy azzal a családi legendáriummal nő fel, hogy neki mesélnek történeteket, hogy bizony milyen előkerül nemesi család, meg hogy báró, grófok, blablabla, bla, és akkor egyszer csak ő ugye megfertőződik, és azért, na most már akkor én megnézem, és kiderül, hogy mondjuk földművesek vagyunk. Tehát, hogy lehet egy törés, vagy mondok másik példát, nyilván tudtok még ezret, hogy ugye vannak antiszemita emberek, és akkor hát a zsidó vonal aztán nem, és kiderül, hogy bizony van ilyen vonal. Szóval azért adott esetben ez nem csak egy ilyen jaj, de izgalmas, meg jaj, de jó, hogy megismerem a múltamat, hanem egy törés, egy dráma is lehet belőle. Ilyenekkel találkoztok? Hogyne. Elnézést a Tamástól először. Majd utána mondja Tamás. Hát most úgy hirtelen, ahogy mondtad, rögtön három ilyen család is eszembe jutott, akik ugye úgy tudták, hogy nemesi származások, és bizony a komoly, a megalapozott családtörténetkutatás kiderítette, hogy szó sincs róla, csak a név azonos, és nincs. Volt olyan család, ahol egy történész fiú derítette ezt ki, hát a nagynénik, nagybácsik azóta se beszélnek vele. mert ő, nekik jobb volt abban az illúzióban élni, hogy ők nemesek. Igen. De ez annyira komolyan végighúzódott a családon, hogy még a Horthy időszak alatt újra kérték az nemesség igazolást, és meg is kapták. Ha
Hát nem tehettek róla tulajdonképpen, de hamis adatok alapján. Aha. Csak ehhez mondom, egy történész alapossága kellett, hogy kiderítette, hogy szó sincs. Az lett neki gyanús, hogy olyan volt az előnév, ami lehetetlenség lett volt abba az időben, most nem jut eszembe a név. Mindegy, nem is érdekes. Hogy amikor vélték, hogy adományként kapták a nemesi címert. Úgyhogy van ilyen, igen, nagyon-nagyon sok minden van. Vagy például a másik az, hogy volt egy időszak, amikor hozzáférhető volt a fogolytörzskönyv. Hát ott is érdekes meglepetésekkel lehetett találkozni. Volt is, aki találkozott. Mesélj egy ilyen érdekes meglepetést akkor. Nem személy szerint, én nem néztem ezt a fogolytörzskönyvet sose, de valaki mesélte, hogy valakinek segített a családja előzményeket kutatni, és akkor különböző forrásokat mondja, anyakönyvet az kvázi mindenki tud kutatni, de van egy csomó más forrás is, amit általában egy úgymond laikus nem is ismer. És pont a fogolytörzskönyvnél kiderült, hogy az egyik őséről bizony van ott adat. Hát nem a hadifoglyoktól beszélünk, hanem a köztörvényes bűnözőtől. Belesápadt az illető. Nem tudod. De mondjuk az én saját én őszintén szólva azt gondoltam, köszönöm szépen, hogy ezt mondtad, mert én ezt nem tudtam hova tenni, ezt a fogolytörzskönyvet, azért kértem. Sejtettem azért is. Igen, köszönöm. Miért más között tudjuk, igen, hogy írva ez a tiszlenget, aki én meg ugye majd csak megértem, mikor a végére jutsz a történetnek. De hogy például a mi családunkban is volt egy fekete bárány, a nagypapámnak az egyik testvéréről, az a hírjárta, mert most már nem élnek, akik ezt mondták, hogy bizony a szegedi csillagbörtönbe halt meg. Próbáltam utána nézni, de teljesen, tehát semmit nem találtam, se bírósági ítéletet nem lehetett föllelni, se a csillagbörtönnek a nyilvántartását, állítólag ott is halt meg, de semmit tehát nem akkor ezek szerint ilyen családi titkok is kiderülhetnek. Igen. Vannak nagyon érdekes dolgok. Én is ismerek egy ilyen történetet, és ez egy szerencsés történet, annak ellenére, hogy egy családi tragédia egy kicsit. Elakadt a szál egy családfakutatásban, egy bizonyos családnév kapcsán, és sikerült felfedezni az eredeti németországi származási helyet, ahol megvolt ugyanez a személy. Igen ám, de ő úgy érkezett Magyarországra, hogy nőtlen. És itt elvett egy hölgyet, és aztán folytatta a családját, de Németországban az eredeti elhagyott családot is sikerült megtalálni, ahol az anyakönyvben be volt írva, hogy eltűnt, és elhagyta gyermekét és feleségét. Most így 200-300 év távlatából ez egy jó hír volt a családfakutató számára, hiszen tovább tudott haladni ezen a vonalon, de azért gondoljuk meg, hogy akkor is volt mindenféle helyzet, amiben éltek az emberek. Egyszerű jobbágyokról van szó egyébként, még csak nem is főúri kalandokat kell itt feltételezni emögött, de sokszor olyat is talál az ember, amit nem biztos, hogy tudott, vagy az évszázadok homálya már elfedte. Az a veszélyes egy kicsit, hogyha valaki az identitását egy ilyen vélt dologra építi, akkor egy nagy törést okozhat. De a családfakutatás identitás képző is lehet. Nekem is van olyan ismerősöm, aki egy darab más nemzetiségűt talált a családban, talán pont egy horvátot, és azóta ő büszke horvát, holott talán egy 64 arányban szerepel az ősei között, de ott van, akkor is egy identitást erre fel lehet építeni, úgyhogy van mindenféle érdekesség, és lehet tanulni sokat ebből. Tehát akkor ezek szerint a családfakutatás közben csontvázak is hullhatnak ki a szekrényből, és ugye nekem most eszembe jutott Jung, ugye a híres svájci pszichiáter, akinek, ha jól emlékszem, akkor a nagyapja Goethe törvénytelen gyereke volt, a családfakutatás során derült ki, és ő erre rettenetesen büszke volt, és attól a perctől kezdve, hogy ez kiderült, ezt ő mesélte és hangsúlyozta és mondta úgy. Tehát nem abból indult ki, hogy most ez mekkora gond, hanem ez a jaj, de jó. Azt hittem, hogy aztán ezután jött a családfok, egy hivatásos kutatós kiderített, hogy ez nem igaz. Lehet, csak én a sztorinak azt a részét már nem ismerem. Én csak eddig ismerem. Tehát akkor ezek szerint ilyen történetekkel is találkoztok, nem egyel, amikor jönnek a nagy meglepetések, és nem azt kapja az ember, amire számít. Igen. Melyik volt a... gondolom, te magad is családfakutató vagy. Igen. Tehát nem csak idézőjelbetéve csak vezeted az egyesületet, nem. Hanem hogy csinálod is. Meg ugye Tamás is csinálja is. Egyébként jól tudom, hogy te a MACSE egyik alapítója voltál? Igen.
egyébként. A jogi mert... részében segítkeztem a legeslegelején, aha, még 2008-9 környékén. Igen, mert hogy fellapoztalak titeket az interneten, mert hogy hol nézek utána, ott találtam, hogy volt valami alakulülés, ahol te valamiket mondtál. Igen. Na, jól van akkor, oké. Tehát érdekelne, hogy melyik volt a legizgalmasabb kutatásotok? Ami úgy, ha benned most azt kérdezem, hogy hány éve csinálod? Hát erre most így nehéz, mondjuk 15 éve, mondjuk igen. Úgy, mert hogy mostanában nincs időm már belefoglalkozni. Jó, szóval akkor maradjunk annál a 15 évnél, hogy melyik volt a legérdekesebb, a legizgalmasabb, a legemlékezetesebb, ezért vagy azért vagy amazért? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindenkinek... Tudom, mert nyilván beugrik nagyon sok. Igen, egyrészt, másrészt meg mindenkinek más az izgalmas. Igen. Meg. Na, de én pont egy nem is az én családomhoz tartozó érdekes anyakönyvi bejegyzéset találkoztam, hogy ez 1900-as évek végén volt, nem, bocsánat, rosszul mondom, tehát 19. század vége felé, hogy egy X településen szolgáló férfi elment haza, hogy elhozza a születési anyakönyvi kivonatát, hogy el tudjon venni a szolgálati helyén valakit. Meghalt útközben, eljött a testvére, aki sose járt ezen a településen, és elvette az arát. Tehát, igen, ez le volt írva, igen. Itt feketén-fehéren le volt írva az anyakönyve. Ha már arra járt, akkor nem veszem kárba. Ha már ígéretet kapott az arra, hogy elveszi kárba, akkor... Valaki elveszi, és ráadásul családba is maradt. Igen. Egyébként én meg mondjuk ezekkel a történetekkel azért nem találkozom, mert én nem kutatom. Uh-huh. Tehát hozzám már a végeredmény, a kész történet jön. És akkor te a kész történetből csinálsz valami gyönyörűséget. Igen, tehát családfát, tehát a lombosakat, azt szeretik leginkább. De van, aki csak táblázatot szeretne. Volt már egy olyanom, hogy 7-es méter hosszú családfát kértek, mert hogy ő nem a falra szeretné, hanem hogy ilyen begöngyölve, ilyen táblázatszerűen, tehát ahogy én megkaptam az anyagot, akkor nem fa lett belőle, hanem táblázat, egy szép kis táblácskákkal, egy szép kis ornamentikákkal, leporellótikkel, és akkor mint egy leporellót, igen, hát a lakásunk az 5 méter hosszú a szoba, a 2 egybe van, tehát 10 méter, annyi befért volna, úgyhogy a 7 méter ez éppen jó volt, de akkora asztalunk nem volt, úgyhogy összetoltunk 3-at, és úgy tudtam megfesteni. Tehát én inkább a technikai kivitelezésekkel találkoztam, érdekes megoldásokkal, érdekes történetekkel, bár itt is voltak olyanok, hogy aki azt mondta, hogy na, ezt a család, ennek a részét ne ábrázold, mert ezzel haragba vagyunk. Igen, volt ilyen. Aztán volt de olyan, hihetetlen hogy... ez nekem. Igen, aztán volt olyan, hogy valakit ki kellett domborítani, mert ő fontos nekünk. Szóval ilyenek is voltak. Kati, és akkor te ezt megcsinálod? Hát ők kérték végül is. Ők szerették az volna, ő családja. Legyen, az ő családjuk. Aha. Hát festettem már például menóra formájú családfát is egy zsidó család kérésére. Aha. Úgyhogy ők azt szerették volna, hogy ez úgy nézzen ki, hát mondom, persze megcsinálom. Úgyhogy végül is nagyon sok férjével találkozom. Vannak, ahol a foglalkozások is, hát mint ahogy nálatok is ugye kiderül, amikor kutatjátok, hát én már a felkutatottat látom, és akkor ott van, hogy van, amelyik jobbágy volt, van, amelyik napszámos, van, amelyik elesett a csatába. Tehát teljesen vegyes képekkel is, vegyes családokkal is találkozom, és akkor ott, hogy végül is ez elvette ezt, és akkor így lett, végül is így léptek tovább, akkor itt jött be az, hogy kaptak egy családi címet. Ezzel már én is találkozom, mert ahogy ábrázolom, ahogy viszem föl a kis táblákat, akkor látom, hogy hogyan fejlődött a család, vagy milyen irányba mentek. Számomra, amit elmondtál, nagyon érdekes az egész, de a legérdekesebb az, hogy valaki azt mondja, hogy én elkezdem kikozmetikázni a családomat. Tehát, hogy nem fogadom el,
ami a tény, ami a múlt, amiből én táplálkozom, amiből vagyok, hanem akkor azt mondom, hogy ezt kihúzzuk, ezt kihúzzuk, igen, ezt igen, kihúzzuk. Úgy gondoltam, nekem is furcsa volt, szóval, mert én még ilyet nem láttam, tehát általában valaki vagy fölvállalja a családját, fölvállalja honnan jött, kik a gyökerei, de ilyet még én sem láttam tényleg, úgyhogy számomra is furcsa volt, de hát ők érte, megcsináltam. Megcsináltad. Tamás, neked melyik volt a legizgalmasabb családfogutatásod, amire így visszaemlékszel? Hát nagyon sok van, ami hirtelen nekem is eszembe jut, amit az imént említettem, ahol kiderült az ősről, hogy volt neki egy korábbi felesége az óhazában. Igen. Az egy nagy izgalom volt, amikor kiderült, illetve volt még egy, amikor a saját családnevemmel kapcsolatban. Vissza fogunk térni rá. Ott, ahol ugye mondjuk azt, hogy egy bigámista ős volt, ugye? Mert hogy volt neki? Volt egy ilyen, igen, de ott vallást is váltott, úgy oldották meg ezt a problémát. Tehát, hogy mindent. Igen. Na, volt-e, most én csak le akartam itt cövekelni ennél a poligámiánál, akkor fogalmazzunk így, hogy utána a családban, a következő nemzedékekben volt-e olyan, aki vitte ezt a mintát tovább? Nem, itt katolikus családoktól van szó, tehát válásnak helye nincs. Nem volt ilyen, és egyébként szerintem ennek az emléke talán már azt követő első generáció után el is halványodhatott, tehát ezt, én azt gondolom, hogy nem verték nagy dobra akkor az 1700-as években családon belül sem. Hát ez most derült ki 2000-es évek elején, egy közel 300 éves titokra fény derült. Innentől kezdve ez egy érdekesség. Volt még egy, ugye saját családi történet az már, a saját családnevemmel kapcsolatban. Volt egy legenda nálunk is, a nagypapám mesélte még, hogy három Pfister testvér érkezett Magyarországra, az egyik Budán, a másik a Bácskában, a harmadik valahol a Kárpátalja környékén telepedett le, mint a mesében, nem? Három testvér érkezett, és hát minden mesének van alapja egyébként. És nem akartak összeköltözni. De hát ezek szerint nem, minél távolabb próbáltak. Minden mesének van alapja, de sosem az, mint ami le van írva. És valóban vannak ezeken a helyeken Pfister családok, nem sikerült mindenhol a kapcsolatot megtalálni. A Bánátban igen, hát annak nagy része sváb telepítés volt még ugye az 1700-as éveket követően, és ott van egy Pfister család, ahol sikerült a kapcsolatot megtalálni, hogy konkrétan anyakönyvileg bizonyítható módon az én egy ősapámnak a testvére költözött oda, és ők, akik ott élnek, most ilyen névvel hát elrománosodtak már teljesen egyébként, tényleg papíron visszavezethetően rokonságban állnak velünk, úgyhogy ez egy nagy, nagyon érdekes dolog volt, amikor leveleztem ezzel a sráccal, így a Facebookon keresztül találtunk egymást, és hát angolul kellett levelezni, mert ők már ugye nem beszélnek se németül, se magyarul. Érdekes volt, és akkor mondtam nekik, hogy valójában Soroksáról származtok. Volt ilyen. Ica, gondolom te is kikutattad a saját családodat is. Igen, igen, csak mondom, most már évek óta nagyjából nem nyúlok hozzá. Hát néha van, hogy valaki szívességből küld valamit, hogy nézzem már meg, hogy ez az Ari, ez ugyanaz a család, vagy valami, akkor azért fönn van a számítógépen egy családfakészítő programba, benn van, megnézem, akkor beírom, ha tényleg, általában nem, de ennyi, tehát nem... Ez a Schusternek, ugye Lukas a cipője. Című történet. Igen. Egyébként nem tudom, miért lehet-e kérdezni, átlagban mennyi ideig tart egy család felépítése, úgyhogy szépen visszamegyek az ősökhöz, meg még az ősökhöz, meg még az ősökhöz? Hát nagyon különböző, de bizony évtizedben is nyugodtan beletelik, mert ugye nem csak családfát szoktunk készíteni, hanem akkor ott előkerülnek egyéb más dolgok is, tehát családtörténetet fogunk, a többség, aki már nagyon belemerül, az nem hagyja ezeket a információkat elveszni egy családfa. Tehát családfába, akkor nincsenek elvarratlan szálak, hanem mindent bedolgoztok. Hát igen, van, amikor marad, tehát azért ez egy nagyon kemény és hosszú munka. Mondogattam régebben, mostanában már nem annyira, hogy ez egy olyan, mint egy fertőző betegség, csak nem lehet belőle kigyógyulni. Azt nem mondd, hogy függő vagy. Hát én ugye mondom, hogy mostanában nem. Nem tudom, de tulajdonképpen egy másik nézőpontból foglalkozom, nem a saját családommal, igen, mert hanem. Úgy gondoltam, hogy az is nagyon fontos, ugye, de hát a másoknak segíteni
hogy ők is tudják csinálni a családjukat, és egy ilyen közösségbe nagyon sok... Na, fantasztikus, hogy milyen segítőkészek a családtörténetkutatók. Egyszerűen fantasztikus. Én annyi fantasztikus emberrel találkoztam. Hogyha valaki megkeres téged azzal, hogy hát most úgy döntöttem, hogy van internet, hogy én a saját családomat elkezdtem kutatni, akkor te vagy az egyesület, tudtok nekik segíteni, vagy neki segíteni? Természetesen, hát egy hatalmas adatbázisunk van, indexelt anyakönyvi állománnyal. Nagyon izgalmas volt nekem, hadd vessem közbe, hogy a Mormon egyházzal is, hát talán megtaláltam a Wikipédián, hogy még a Mormon egyház adatbázisát is használjátok. Persze, természetesen. Mindenki azt használja, sőt, hát tulajdonképpen a miért levél... akkora adatbázisuk van? Persze. Ők vallási okokból gyűjtötték. Hát ez egy nagyon érdekes történet. Ez talán, ha most jól emlékszem, 58-ban a Magyar Állam kötött egy szerződést. Én is azt mondom, hogy mormon, de nem ezen nem szeretik ezt a nevet. Ma már nem így hívják őket egyébként. Hívják ezt? Úgyhogy utolsó szentek Jézus Krisztus egyháza. Utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza. Ez a teljes nevük, tehát nevezzük egyháznak őket egyszerűség kedvéért. Ők vallási okokból úgy gondolják, hogy utólag is meg lehet valakinek menteni, ha tudjuk, hogy ki volt ő, akkor meg lehet menteni a lelkét a vallás számára. Tehát és akkor ez motiválta őket, hogy valami hatalmas adatbázist csináljanak. Tehát a legnagyobb diktatúra kellős közepén a Magyar Állam megengedte, hogy le mikrofilmre vegyék az anyakönyveket. Tehát ez egy akkora dolog volt, hogy hihetetlen. Tényleg hihetetlen. Igen, és nagyon alaposan csinálták. Hát különböző történetek vannak, általában a levéltárosok. Tehát hozták a mikrofilmeket, hozták a berendezést, amivel felvétel készült, hozták a mikrofilmolvasókat, és akkor, hát most mondom, hogy egy példányt a mikrofilmből itt hagyták az országban. Tehát a levéltárak egy részének is ez az anyaga. Elképesztő. És akkor utána ők elkezdték ugye indexelni ezeket, tehát többségében a születési anyakönyveket, úgyhogy nagyon jól kereshető is. Egy hibája, hát hibája van, hát nem hibája, de hát így is nagyon hálásak lehetünk nekik, az, hogy nagyon sokszor nem azon az anyanyelven tudó ember készítette ezeket az indexeket. Tehát, hogy elég nehéz elolvasni nekik. Ugye a kézzel írt anyakönyvben. Ugye itt az indexelés az azt jelenti, hogy az anyakönyvnek a lényegesebb adatait kiírták akár egy számítógépes fájba, csak hát, ha valaki nem tudja, és akkor jobban kereshető, mint például egy gótbetű szövegre nem lehetne, vagy nagyon nehezen lehetne olyan szövegfelismerő programot írni, amivel keresni lehetne. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit említettél, hogy én például ugye azokban a településeken, ahol kerestem a saját őseimet, már így ránézésre a macska kaparásból az aktuális plébánosnak a rosszabb napjain készült bejegyzéséből megmondom, hogy az milyen családnév. Mert tudom, hogy a mai élők között van olyan családnév, de a Mormon Egyházban az indexelők nagy része önkéntes alapon dolgozik, és például lehet, hogy egy magyar indexelő megkapna egy... nem tudom, francia kis településnek az anyakönyveinek az indexálását, ahol azért már csak nyelvi okokból is nehezen, nem biztos, hogy az eredmény születne, fordítva is azért sajnos sokszor külföldi hívők dolgozták fel a magyar adatbázisokat, és nehezen kereshető, de egy fantasztikus adatbázis. Máig szerintem a családfa kutatók nagy része kutatásának ez az alapja. Kati, neked melyik volt a legnagyobb kihívásod? Eszembe jutott a családfával kapcsolatban egy olyan, mert hogy itt említette, hogy ugye nem nagyon sok családfa kutatás nem lezárt történet, mert mindig folyamatosan folytatódik. Életem legnagyobb családfája volt az, ami így kezdődött, hogy eljött hozzám a kedves megrendelő, hogy a kislánya megszületett, és hogy ennek örömére ő szeretné neki elkészítetni a családfájukat. Viszont még nincs felkutatva, csak körülbelül 2 vagy 3 generációig fölfele. És mondom, hogy de mekkora lesz?
Hát próbáljunk egy nagyobb papírra. Jó. A legnagyobb papír az a 70x100-as vagy 75x105-ös akvarell papír. Jó, én erre elkezdtem, megrajzoltam a fának a törzsét, alulra a fa törzsére rá ugye a megrendelőt, és akkor az első ágakra ugye a szülőket, a nagyszülőket, és utána nem volt semmi. És akkor mondta, hogy most megy majd kutatni. Jó, meg volt idáig, átadta a kislánynak, 3 év múlva megjelent, hogy járt családfa kutatónál, és sikerült neki felkutatni. Hozott egy leporellót, ami 10 méter hosszú volt, én kitekertem. Nálad ez a 10 meg ez a 7, látom. Hát, ezek a családméret vagy a család, igen. A lakás méreteiből, igen, szóval ez ebből indulok ki. Mindegy, a 10 méter hosszú volt, kiterítettük, megcsináltam, hát alig fért rá az egész, szóval egy hatalmas fa, valami 13 generációig sikerült felkutatni. Ez a családfa kutatóknak ugye többet mond, mint nekem. Nekem csak abból a szempontból, hogy ábrázolom, mert a végén már annyian voltak, hogy ilyen picike, ilyen két centiméter nagyságú pajzsokat, vagy másfél centi nagyságú pajzsokat kellett a végén táblácskákat ráfestenem. Tehát akkor a táblácskák mérete csökkent, ahogy mentél? Hát igen, mert egyre többen voltak, mert ugye szülő, nagyszülő, dédszülő, és a többi, hát az ősszülők, azok már sokszor olyan sokan vannak, hogy ha sikerül fölkutattatni, akkor a végén már az ábrázolással vagyok gondva, meg a méretekkel, mert hát ugye bizonyos betűkkel, bizonyos betűnél kisebbet nem tudok írni, és hát pedig be kell írni legalább a nevet, vagy a születési, illetve halálozási időpontot, hogyha más nem, ha más nem is tudunk. Úgyhogy ez is volt egy nagyon nagy kihívás, hogy visszatérjek a kérdésedre, de gyakorlatilag minden egyes munka nekem kihívás, nem azért, mint hogyha nem tudnám megcsinálni, bár volt olyan, amikor azt mondtam, hogy hát ez nem tudom, hogy meg tudom megcsinálni, de mindig úgy állok hozzá, hogy ez nekem egy kihívás, ez nekem tökéletesen meg kell csinálnom, úgy, hogy a saját magam és a megrendelőnek az örömére, elégedettségére, és én azt mondom, hogy 100-ból 100. Na, nem is rossz arány egyébként. Nem. Mondott itt Kati egy számot, hogy ebben az esetben ez a 13 generáció. Általában meddig szoktatok elmenni? Elmentek 13-ig? Hát ugye attól függ, hogy milyen családról van szó. A legtöbb család az, ahogy említettük, jobbágy család Magyarországon. Itt van egy bizonyos időhatár, aminél tovább nem nagyon lehet jutni, hiszen nem születtek az akkori emberektől olyan dokumentumok, ahol megjelennének az ő személyes adataik. Tehát az 1700-as évek eleje, ugye attól függ, hogy hol kezdődött hogy kezdődött az anyakönyvezés az adott területen. Főúri családoknál, nemesi családoknál el lehet menni még tovább is. Hát nagyon régen, vagy 30 éve, 35 éve volt az Eszterházi kincsekből egy kiállítás az Iparművészeti Múzeumban. És ott volt egy családfa, ahol az Eszterházi családot, aki ugyan egy kapitányból eredeztethető, tehát nem egy olyan nagyon előkelő származás, de Ádám Évától ment. Úgyhogy ha jól megfizetik, akkor bármi lehet. Tehát, figyelj, akkor túl tudunk menni azon a 13 generáció hát bőven. Akkor is, igen. Igen. Egyébként találtam egy nagyon izgalmas számot, itt van, aztán majd te megmondod, hogy ez igaz, vagy nem igaz, vagy létezik, vagy nem. Ami arról szól, hogy mindjárt mondom neked, tehát valami iszonyatosan nagy szám, az hagyján, hogy ennek az egyesületnek 1841 tagja van, ez komoly? Igen. A világ minden táján? Tehát, hogy honnan lehet titeket? Most így fejből nem tudom a statisztikát, meg az idén azt hiszem nem is készült ilyen statisztika, hogy mennyi Budapestről, mennyi Pest megyéből, mennyi az országból, mennyi X a környező országokból, tehát úgymond a történelmi Magyarország területéről, de a világ minden tájáról, igen. Na most hozzá kell tenni, hogy
úgy körülbelül, most mondom, 9, nem néztem meg ma, hogy mennyi éppen az aktuális... Ennyi-bennyi, igen. Igen, létszám. És olyan 900-ba maradjunk, hogy az úgynevezett rendes tag, a többiek pártoló tagok. Aha. Tehát ők hozzájárulást fizetnek, szeretnék, ha ez egy egyesület minél jobban prosperálna. Persze. Tehát ez egy már... Tehát ők nem végeznek általában egyesületi, tehát nincsenek benne az egyesületi életben. És akkor azt is találtam még, hogy azt pontos számot akarok mondani, hogy 27,9 millió nevet digitalizáltatok, hogy igen, ebbe a igen, születési, igen. Házassági, halálozási anyakönyvé kivonat is. Igen. Hát ez én mondtam, hogy fantasztikus emberek, szóval ezzel a családtörténet kutatók fantasztikus emberek, és vannak köztük olyanok, akik azt tönkreteszik a szemüket, és évtizeden keresztül végzik ezt a bizonyos indexelést. Mert hát nagyon kemény munka, és napi, van, hát év végén próbáljuk úgy legalább jelképesen valahogy megköszönni a legjobb indexelőknek a munkáját, és hát összeírták, akik ehhez értenek, hogy körülbelül 15 ember az, aki hát nagyon sokat tett. Aha. És akkor hát akartunk nekik valamit, mit tudom én, bizonyos előfizetést, vagy szóval valamivel honorálni ezt, illetve szoktunk a tagsági díjból is elengedni. Teljesen nem, de elengedni. És volt, aki azt válaszolta, hogy ő, neki a legnagyobb jutalom, hogyha indexelhet továbbra is. Hát igen, ennyi. Ez valami olyan tiszteletre méltó. Kicsit megszállottak vagytok? Igen, valószínű, hogy mindenki a saját területén, mert ugye... Igen, Kati, igen? Igen. Tehát ez nem csak arra vonatkozik, amit mondtam, hogy a saját családját kutatja, hanem hogy... ilyesmire is. Igen. Tamás, te is vállalod ezt a jelzőt, vállalom. Amit itt elsőködtem az imént? Vállalom, igen. Mivel közben én látom, hogy közeledik a műsor vége, bár ezek számomra annyira érdekes ez a történet, hogy erről szerintem még órákig tudnánk beszélgetni, mivel zárjuk ezt a műsort? Mit tudtok a nézőknek mondani, tanácsolni, kérni? Nem tudom. Ki kezdi? Tamás. Jó, legyen Tamás. Szerintem egy hatalmas utazás és kaland a saját őseink és saját magunk megismerése kapcsán is. Én azt gondolom, hogy mindenki rájön arra, hogy tényleg egy adott településen rokonai egymásnak az emberek, és talán így szerethetőbbé válnak egymás számára. Kati, itt megyünk. Én nagyon szeretném, hogyha az emberek embereket továbbra is érdekelni, hát saját útjuk, jelenük is, ugye, hát persze jövőn is, de leginkább azt szeretném, hogyha a kézi munka becsülete megmaradhatna. Tehát meg tudják becsülni ezt, amit én folyamatosan kézzel készítek, és mások is, nagyon sok kézi grafikus. Hát én azt tudom tanácsolni, hogy aki most kezd hozzá, az szánja rá az idejét, legyen hozzá, találjon nagyon sok örömet, mert sok örömet lehet találni közben. Rengeteget lehet tanulni, akár ilyen idősebb fejjel is, és azt kívánom, hogy minél eredményesebben tudja felépíteni a saját családjának a múltját. Hát akkor én köszönöm, hogy itt voltatok, mert hogy itt a vége fuss el véle, és abban egészen biztos vagyok ennek a beszélgetésnek a hatására is, hogy érdemes a gyökereinket és a múltunkat megismerni, és szerintem a három vendégem bizonyára meggyőzte nézőinket arról, hogy érdemes a családfogadatással foglalkozni. Köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra! Békirály Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.